A felnémeti teremlabdarúgó bajnokság 9. fordulójában az első és második helyezett csapat, vagyis az Eger Szólát és az Eger Szalók összecsapása ígérkezett a legizgalmasabb mérkőzésnek. Mindkét oldalon több meghatározó játékos hiányzott, de ezt a jelek szerint a világos kékmezes szólátiak tudták jobban kompenzálni. Ezen kívül a Finja FC-t népes szurkoló tábor is biztatta, akik nem sokkal a kezdés után érkeztek. Ilyen körítés mellett előbb Tompos Krisztián, majd néhány perccel később szabadrúgásból Bata Árpád vette be a szalókiak kapuját. Fordulás után is a szólátiak akarata érvényesült, hiába támadott többet a szalók. Török Máté és Érsek Martin egyaránt fejjel volt eredményes, a végén pedig Rácz Gergő is feliratkozott a góllövők közé. 5-0-ra nyert a Finja FC Eger Szólát, így már 6 pont az előnyük az üldöző Protek Hangácsi Eger Szalók előtt. Szerintem évről évre nívósabb ez a bajnokság. Tavaly, ha jól tudom, 2-3 csapat volt, most azért az első 5-6 az nagyon egybe van, és szerintem nagyon jó csapatok vannak. Hát természetesen nagy dolognak tartjuk, hogyha harmadjára zsinórban meg tudjuk nyerni. Már csak 3 mérkőzése van a szólátiaknak, ebből 2-t kell megnyerniük ahhoz, hogy sikerüljön a címvédés. A forduló további eredményeiről a felnémet fontos meccset nyert a Hunita Trans ellen. A Duplász Gólfesztivált rendezett Csóka Róbert vezérletével a Germánia Bau ellen. A Bumerang pedig lenullázta a felnémeti Mürmidónokat. Hétvégén dupla forduló lesz. Szombaton és vasárnap is 14 órakor kezdődnek a mérkőzések a Pásztorvölgyi iskolában.